kettő ITF tornát is rendez most Magyarország az elkövetkező időszakban. Hogyan halad a szervezés ezzel kapcsolatban elsősorban? És a második kérdésem pedig, hogy tervben van, hogy a jövőben újra 250-es tornát szervezünk? Fú, hát először is az első kérdésre válaszolva, én azt gondolom, hogy ennek a két tornak, a két 15 000-es versenynek a szervezése abszolút jól halad. Tényleg a GS Tenisz Klubról csak a legjobbakat tudjuk elmondani. Tavaly évben ugye már rendeztek egy ugyanilyen kategóriájú versenyt, amiről nagyon jó visszajelzések érkeztek minden platformról, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy nagyon szívesen együttműködünk a GS Rómaival. Azt gondolom, hogy az előkészletek abszolút rendben vannak, mind a szövetség, mind a klub részéről minden zökkenőmentesen zajlik, úgyhogy várjuk a játékosokat, az edzőket, a hozzátartozókat, és egy jó versenyben bízunk, és magyar sikerekben is reménykedünk. A kérdés második része, ugye a Magyar Teniszszövetség elnökségének egy egyértelmű állásfoglalása volt a 3 évvel ezelőtt a kinevezésük kapcsán, a megválasztásuk kapcsán, ami úgy hangzik, hogy a Magyar Teniszszövetség nagy nemzetközi versenyeket csak abban az esetben kíván támogatni, vagy szeretne rendezni, hogyha ha tulajdonjogot tud esetleg vásárolni, tehát különböző bérlemények, meg mindenféle egyéb konstrukcióban a teniszszövetség nem szeretne. Jelen pillanatban a mostani gazdasági helyzetben ez nem nincs még egyelőre terítéken, hogy a teniszszövetség bármilyen tulajdonjogot vásárolna. Természetesen a Római Teniszakadémián zajló 250-es Hungarian Grand Prix-t, ugye a VTA versenyt, a szakmailag eddig is támogattuk, és a jövőben is támogatni fogjuk. Nagyon szeretnénk, hogy ez a verseny tovább tudjon folytatódni itt Magyarországon, következő években is. Láttuk, hogy az elmúlt években hihetetlen nagy segítség volt a magyar játékosoknak. Emlékezzünk Bondár Anna elődöntére, tavaly Gálfi Dalma 8 között volt, de Stollár Fanni évek óta nyeri a páros versenyszámot, és vagy döntőt játszik, idén 8 között volt. Tehát azt gondolom, hogy van létjogosultság ennek a tornának, és nagyon bízunk benne, hogy ez a verseny a következő években is itt tud maradni Magyarországon, és a magyar tenisz tudja szolgálni. Hát ugye a tavalyi évben rendeztük meg az első ilyen jellegű versenyünket, akkor egy 15 000 dollár összdíjazású felnőtt férfi versenyünk volt kemény pályán, úgyhogy igazából tényleg mondhatom azt, hogy ebben az évben már így nagyon könnyen ment minden. A tavalyi év tanulságait leszűrve viszonylag hamar összeraktuk ezt az elkövetkező két hetet. Nagyon nagy szerencsénk van, mert nagyon sok együttműködő partner mellénk állt. Például ugye a Vitamin Belt forgalmazó cég, aki a teljes rendezvény során biztos a vizet, ugye mi a játékosoknak a minden meccsre biztosítunk hűsítőt, illetve a Holiday Beach-el itt a közelben, ami 2 kilométerre van tőlünk, tudunk együttműködni, mint hivatalos szálloda, úgyhogy ők is alapvetően a közelben is nagyon magas minőségben és fokon vannak. Szintén a 3. kerületi érdekeltségű a Pizza Piazza étterem. Nálunk nincs igazából így meleg konyha, de azért azt ugye tavaly tapasztaltuk, hogy itt a fiúk igénylik, tehát reggel 8-9-kor kijönnek, edzenek, beütnek, lehet, hogy csak délután játszanak, úgyhogy ők besegítenek nekünk a melegétkezéssel, és hát maga a GS csapat egy elég erős összeszokott csapat, úgyhogy a HED támogatja a teljes területet, nem csak most, hanem egész évben, a húrozást ők biztosítják számunkra, úgyhogy most már jó kis brigád van így a versenyünk mögött, úgyhogy izgatottan várjuk az elkövetkező két hetet. És ez mit jelent a klubnak, ez az egész támogatás, és mind maga a jó hírnév, amit ezzel szerzett ez a klub. Akár itt gondolok magára a klubnak az infrastruktúrájára, hogy hogyan fejlődött emiatt, valamint ugye az idejárókra, hogy mennyiben. Uh-huh. Nyilván az, hogy jól érzik magukat, az nem kérdés, most is látható, de hogy mennyivel épült ez? Igazából mi úgy fogjuk fel mind a tavalyi verseny, mint az idei versenyt, aki amelyik teniszklubban rendezett már versenyt, mindenki tudja, hogy ezek nem feltétlenül profitábilis versenyek a klub szempontjából, viszont azt gondolom, hogy a legnagyobb reklámértékű történet, amit fennállásunk óta csináltunk és kapunk. Nagyon sok mindent megpróbáltunk, a social media hirdetésektől kezdve különböző rádiókban,
való rádiószpotokon keresztül megpróbáltuk elérni a releváns szegmást, a tenisz szerető embereket, akiket szeretünk volna becsábítani a klubba, és azt gondolom, hogy tavaly tapasztaltuk meg igazán, hogy ez a verseny hozta meg azt a reklámértéket számunkra, ami hát pénzben nem kifejezhető. Infrastruktúrálisan mi a klubot alapban nagyon magas minőségen építettük meg, vagyis hát a tulajdonosunk, úgyhogy egyelőre még így két év után ott tartunk, hogy nem feltétlenül kell visszaforgatni bele, persze ötletek mindig vannak, illetve mindig van mit helyrehozni, helyreállítani, de hát még van kapacitásunk, úgyhogy várjuk a lelkes amatőröket, és hát a teniszakadémiánkban pedig a hivatalos sportolókat is nagyon sok szeretettel várjuk. És mondhatjuk azt, hogy a fiatalok körében sokkal népszerűbb lett a tenisz az eddigi évekhez képest, ha esetleg az elmúlt hónapok sikeres eredményeire gondolunk. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív, ugye mi a szövetség operatív vezetésében azért naponta találkozunk ugye szülőkkel, edzőkkel, játékosokkal, és egy-egy ilyen nagyobb esemény után, akár legyen ez ugye Davis Kupa, vagy nagyobb Challenger verseny, vagy WTA, ATP verseny, mindig egy plusz löketet ad, hogy ezek a játékosok, gyerekek láthatják azt, hogy ezek a nagy világsztárok, úgymond, akik idejönnek Magyarországra, ők is úgymond húsvér emberek, és ugyanolyan nagy hibákat tudnak elkövetni akár, mint ők gyerekként, tehát hogy oda lehet kerülni, és ilyen szintre el lehet jutni a tenisz világában, úgyhogy mindenféleképpen ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek, a feltörekvő generáció lássanak ilyen példaképeket. Az meg egyébként külön öröm számunkra, hogy az elmúlt egy-két évben tényleg a felnőtt magyar tenisz olyan magasságokba emelkedett, ahol ugye női és férfi vonalon is több játékosunk benn van az első százba. Ugye emlékezünk vissza Marozsán Fábiánnak a római szereplését, ahol legyőzte Carlos Alcarazt, majd bekerült a világon is az első 100 helyzetje közé. Úgyhogy azt gondolom, ez mindenféleképpen nagy motivációs, kellenek ezek a sikerek ahhoz, hogy ezek a gyerekek a teniszben maradjanak, és még több gyereket nyerjünk meg a tenisz számára.